Sziasztok, Rudimester vagyok, ez pedig a Retro Faktor, azon belül is az Atari morzsák egy újabb kis csippenetét, egy kis apró morzsácskáját fogom bemutatni. Méghozzá a Skiing, tehát a síelés című játékot 1980-ból az Activision gondozásában. És ez a játék szintén nagyon jól jellemzi a mondhatni az egész Atari szénát, hogy mennyire egyszerű, és hát kicsit lehet túlzó azt mondom, hogy primitív ötlet, hogy ott egy-egy játékot, és hogy azokból az apró ötletekből milyen nagy pénzt kaszáltak annó. No. Hát kezdjük is el, az a Skiing, ez számomra egy kevésbé favorizált játék, nem volt rossz, szerettem, de ami az érdekessége, hogy két játékmóddal rendelkezik, mind a kettő játékmódnak 5 nehézsége van. Az első játékmód a lesiklás kapukkal, ezt már meg nem mondom, hogy hívják ezt síelős szaknyelven. Szóval a lényeg az, hogy a kapukon kell átradnunk, és minél magasabb szintre kapcsolunk az első 5 szintet, ezt jelképezi, annál több kapu van, amin át kell mennünk. Kezdjük is el. A legalapabb szint az a 20 kapu, a legnehezebbnél ugyanisztem 100 van. És az irányítás baromi egyszerű, mert csak kizárólag a joystickot kell használni, nincsen... Jajajaj, ez nem volt jó. Szóval nem kell a tűzgombot használni, furcsa volt, mert megnyom a tűzgombot, akkor mi fog történni? Újra kezdődik a játék. Biza. Úgyhogy véletlenül is nyomkodjátok meg, főleg ha nagyon jó időt mentek. És én most szépen itt siklok lefelé. Látjátok, a táj az elég jól ki van dolgozva. Na jó, most az utam egy kicsit, szóval Atarihoz képest jól ki van dolgozva. Abszolút elhiteti velem, hogy én most az Alpokban éppen a világbajnokságon vagyok. Jó lett volna egy-két szurkoló is, de hát be kell írni a fákkal, illetve a kapukkal. Jaj! És hát kb. Ennyi az első mód. Ennyihez meg fogom nézni, hogy... Gyerünk! És kész. Szóval ez volt a játék. 45 másodpercet lejutottam. Mondhatni, a játék felén túl vagyok. Így a kettő opció közül egyiket végig játszottam. No. A legnehezebb fokozaton az úgy néz ki, hogy 30 kapu van. Hát akkor ez itt annyira nem is sok, nem is nehéz. Inkább csak a sebesség növekszik. Hú, nem is gyengén. Viszont ez nagyon nagy baki, hogy én azt kihagytam pár kaput. Szóval ez a másik mód. Na, beragadtam teljesen abba a szarba. Ez az, na. Jó. Azt mondom, hogy ennyi elég is ebből bővem. Tehát azért itt sokat nem lehet nagyon mit mondani erről. Tényleg én szeretnék nagyon gazdag információt nyújtani, de ezt a játék tényleg csak ennyi. Na, menjünk akkor tovább. 6-os mód a 10-ből. Ez a... hát a táv. Tehát egy bizonyos távot kell lesiklani. Mindössze a fákat kell kikerülni. Ennyi a metódus. Itt a legkönnyebbnél, ahogy láttatok, 200 métert kell lesiklani. A legnehezebbnél pedig azt én ki is próbáltam, úgy emésztem, hogy ottán 900 métert. És hát igazából amire mehet a játék, az az idő. De mivel nincsen beépített high score, tehát legjobb pont eredmény, ezért mindenkinek magának kell gondoskodnia analóg módon a idők felírásáról. Nézzük akkor a legnehezebbet, akkor ott a 900 métert, na hát ezt most biztos nem fogom végigcsinálni. Hát ez valami sokáig fog eltartani, és szerintem ez a játék, ez kb. Ennyi is. Tehát én nem tudom mindenről már hozzá, hogy ehhez mit hozzáfűzni, erről mit mondani. Ennyi. Itt is, ahogy látjátok a képernyő, olyan az Activision keze volt a dologban, hát ők még mindig talpon vannak, kevés ilyen cég van szerintem a videójáték bizniszben, akik így most már 30 év után is még aktívak, talán a Nintendo a másik, aki ezt így túlélte, állnak jól. Úgyhogy én köszönöm a figyelmet, játszotok, retrotatok, sziasztok, és nézzétek meg a korábbi Atari morzsákat is, ha esetleg kimaradt. Sziasztok!